Na, szervusztok, Hermitium lakói! Hát ki jött el hozzátok? Én, Hermit, ki más? Istenem, ti el is felejtették már a nevet, felejtettétek már a nevemet, annyira régen hallottatok rólam, de én bizony emlékszem rátok és arra, hogy milyen mérhetetlenül gogyi karaktereket tudtok összehozni. Jaj, nézzük ezt ki, Mót. Mó-ó. Hát az, hogy miért két ó? Nem tudom, miért az eredeti az Eskimo az már foglalt volt. De azután már Algida lett, nem? Vagy mi van? Te nem egy ékrém márka vagy, és ezt a szörköltet kifejezni, hogy aki meglát, az azt mondja, hogy Na mindegy, kiderül majd, hogy miért van ez a brutű ismétlés, ez a magánhangzó, miért olyan fontos, hogy duplán. Vagy te vagy a Google magyar fordítása az Eskimo. Ó, jól van, gratulálok, Gőile egyes. Nagyon jól néz ki ez a kis kényszetted, ottan fantasztikus, mit szoktál vele csinálni? Felpróbálod néha, amikor senki nem látja, tükörben illegeted magad, mint asszony tangájáról lenne szó, vagy mi van ilyenkor? Öcsém, kényszetted tart a trezorban, tök szégyenletes szerintem. Na mindegy. Nézzük csak. Két kezessel 4009. Gyerekek, az nagyon jó antank, nem? Nagyon jó. Azzal bizony egyedül lehet farmolni. Ez a gáz benne, mert tök hány inger, hogyha egy tank egyedül farmol, másik négy meg kint hereverézik kartumba, mert senki nem viszi köztesbe, pedig egy tanknak egy csapat inén a helye, hogy nyomja a vérzőmiatt, és a többi is kapja a droppot. Érted? Na mindegy, ezt most nem magyarázom el. 1.34 speed, rohadt erős, 9300 élet, bőven jó, illetve hát ott van a 35% crit, az meg elég ahhoz, hogy már értelmes sebzést összehoz, főleg ezzel a hülye kalapáccsal, vagy bunkóval, vagy mi ez, most bunkó a neve éppen, jó, van, hagyjuk hozzá, tehát azzal jó. Igen, krites gyűrű, hát ez a 21 sebzéses sor, az bekönnyeztet, de ugyanúgy a kritek azért jók, ha vannak, mert a krit az kell. Hát látom, slotra te sem költesz, de hát azért kövek csak vannak benne, így aztán azt mondom, hogy elég komoly karakter. A prém mutatja szándékaid komolyságát, illetve az, hogy 5 lónak a heréjéig eljutottál, vagy valami ilyesmi, a páncél, úristen, sárgasoros sebzéses százalékos sor, azt mondja 9,75 meg 6, az 15,74, nagyon jó, két sor van, és még egy sebzés sor, és még egy nagyon magas, tehát dupla sárga sorról beszélünk egyetlen tánt páncélban, nagyon gyönyörűen össze van hozva, 446 élet az, azért az dobám a dolgokon. Úgyhogy a ruhádhoz külön gratuláció, és azt mondom, hogy sebezni bizony ilyennel kell, ha már sebzel, de úgy még ne sebezel. Na, kalapács. Nézzük azt, hogy milyen egy igazi hadúri kalapács. Az, hogy 32 rubinnal összesen 1478-ig sebez. Hát igen, ez a 70 meg 64, azért a 134% fegyversebzés. Itt is egy sárga sor, ugye befigyelés, akkor így kapunk ugye 206 sebzést. Zseniális. Nincs erre mit mondanom. Klasszikus, gyönyörű és fantasztikus. Hú, komolyan megdobja az embert. Ezt viszont teli kell pakolni rubinnal. Itt nincs mese, minden más szírszart ki kell venni és teli rubinnal. Mert ha lesz persze. Mert komoly, ugye ellenállásod nem túl nagy, de azért hárításod is van mellette. És azért az a 58 védelem az meg már fizikailag jó. Kicsit az ellenálláson kell tolnod még, de hát addig is ott van a vérszami vagy a körcsapás valamivel, csak elintézve ellenfeled. Hát ide bizony ez a pecsét, ez valami klasszikusan gyönyörű, főleg egy 54-re húzva, telezafirral, mi mást kívánhat még az ember szervezetje, 11,5 millió rúna befigyel, és ez bizony azért oda vezet, hogy 288-as krites sort is látunk. Nagyon szép, ez egy klasszikus mű, úgymond egy zeneműnek felel meg. Ha opera lennék, akkor ilyen titánpecsét színű opera szeretnék lenni, ahol ilyen krites értékeim vannak, gratulálok. Attól még nem vágom a hanyat magam, van egy baltád is. Hát ez olyan... Ezt most miért mutattad meg? Hát nem azért, mert jó, az biztos, de legalább szar. Tehát ez olyan semmire nem jó, de arra nagyon. Maximum, ha fölhúzod 54-ig mondjuk, akkor lesz benne ilyen 700 sebzés rubinokkal? Vagy mi? Vagy mi van? Vagy... Hagyjuk ezt kőtartó, jó? Tehát ne is beszéljünk róla, szerintem mondjuk azt, hogy nyelvbotlás volt, és Eskimo nem ezt akartam mondani, vagy mutatni. Itt bámuljuk meg a piros gyűrűket, amiből a ruhákat, amiből craft lesz. Egyszer, mert mi mást is bámulhat nánk. Vagy ezt a dragonköpenyt? Na mindegy, arra a baltáról több szó ne essék. Igen?
Látunk itt araknát, látunk itt kockából esett szírszarokat. Igen, meg nem tudom, ez még akkor jó régi kép lehet, mert ugye itt azért még ennek a törpelventnek a kis szemetjeit, amiket már régen ki kellett volna dobálnod a francba, de PvP-be vagy öltözve. Na igen. Ja, látunk-e itt bármi mást, mint eddig? Azt mondja, hogy a pecsétet krites életes, hát igen, kétkezeshez ez viszont klasszikus. És te még fogsz tovább köveződni, tehát a 10 000 élet neked egy pár hónapon belül simán meg lesz, még akkor is, ha tárgyakat nem váltasz, csak köveződsz. Úgyhogy ez nagyon kellemes. És én azt mondom erre a pecsétre, hogy ez mindent tartalmaz azért, amit egy átlagos éhes, vérre éhes tanknak tartalmaznia kell. Maximum nem, tehát tök jó, mert az mindegyik 200 fölötti crit sor, életek se rosszak, hogyha átlagot vonunk, tehát azért ez gyönyörű, tehát így is kell csinálni. Na, vállas, hát ugye ez a klasszikus harmadik rangú vállas. Igen, hát azok a csiszolt kövek azért ott már nem annyira klasszikusok, de bocsássuk meg, mert cserébe lehet még húzni, és akkor nő a hárítás. Ugye ide így elfér egy kis runa. Hát ez pedig a tipikus kétkezesre van talentolva, ugye. Bár a sárkánybőr nem pont ezt mutatja, de azért körcsapás, hogy gyógyuljon, lendület, szétzúzás, értitek? Tehát minden a támadásra, fejelése, aditordítása, és azért a harci ugrásból ott a védelem rész. Aha, akkor... És akkor ott a tipikus, klasszikus 2-2-es pajzs. Erre vágyik most minden tank, főleg akinek draganja van. Akinek ez megvan, azért 100%, 110% fölötti, ilyen 111, ott is írja, fölötti hárítás. Szép nagy hárítási erő, tehát itt már gondod neked az életben többet nem lehet, amíg az 50-es szint a maximum. Utána meg meglátjuk, milyen baromságot találnak ki megint. Igen, ez gyerekek a klasszikus tankpajzs. Légy szíves, tedd fel és vidd a többieket farmolni, jó ne? Itt egyedül ugrálja a két kezesetbe. Köszönöm szépen, kedves Eszkimó. Na végre ezt vártam, emberek. Na nézzük, itt már fel vannak ezek az event buffok, ami azért valljuk be elég gagyi, ne haragudj, hogy ezeket fönhagytad, de szóval a szavilletőséged és a hitelességed kérdőjeleződik meg, amikor ezekkel az event buffokkal itt rohangálsz, érted? Tehát, na mindegy, attól függetlenül 248-as speed az nagyon impozáns. Azt mondja, hogy 20 000 élet vérszom nélkül, hát az vérszomjal meg csoporttal az 22 000 fölé 23 000 környékére simán becsúszik, tehát zseniálisan jó. 76, 80, 71, ez pedig egy tank álom. Én azt mondom, hogy ez a védelem hárítás, hárítási erő, ez minden tanknak a becsületére válik. Jó PvP-be undorító, buta arccal állsz a zászlón, azt nézel, de egy PvE-ben, amikor meg kell fogni a nagy bosszokat, akkor bizony rá támaszkodhat az ember, az hátulról lüdözhet. Na, ez a lényeg a dolgoknak. Az ellenállásoddal viszont nem vagyok megelégedve, mert az viszont az a 43-as átlagos, jó pont Araknához szépen be tudsz menni, de azért egy Grimm mag az azért jól megfingathat szerintem ezen a 44% tűzzel. Picit bizony ellenálláson még dolgozni kell, de hát azért hívják farmnak a farmot, hogy ezzel segítsünk. És abban a pillanatban látjátok, hogyha a védelem visszaesik, akkor az ellenállás, tehát akkor ez a Grimmagos verzió, most ebből leszűrtem a következtetést, itt a védelem lejjebb esik, 57-58 környékére, viszont a ellenállás az mindjárt majdnem 70%. És azt mondom, hogy ez megint oh my god, mert így viszont Grimmag csak annyit mondan, hogy Big Mag, és dob egy tűzgolyót, egy megsemmet, majd fej lesz sújtva, hátrahajtja a fejét, és azt mondja, hogy ölj meg, kérlek, ölj meg. Hát igen, így már más a leányzó fekvése. Kár, hogy ezt a védelmet és az ellenállást nem lehet összekombinálni, de egy két végletet megmutatva is brutál jó szerintem, tehát még így is tetszik. Igen, akkor a pálya elején kicsit kövezni vagy átöltözni kell, és mindjárt kijön, hogy ki a menő. Na, van itt egy brutál kezes, azt mondja, végtelen sok speeddel, mennyi az 16-21-22%-nyi speed majdnem benne van, 27 sebzéssel, zseniális, nem? Tehát ez nekem baromire tetszik. Puh, igaz, hogy cserekesztyű, de még annak sem kutya. Ugye a régi dragonköpeny, szót se róla többet, mindenki ismeri, régi hadúrcsisak, és
egy öv. Igen, ez a kétkezes öv, rengeteg kritter, kritsebzés. Mi mást adhatna egy kétkezes öv, értitek? Mert itt már azért a finomságok befigyelnek. És akkor az 50-es tudás, hát ennek a fontosságát, ha még nektek hangsúlyozni kell, akkor ássátok el magatokat. Klasszikus. Így kell játszani. Innen indul a játék. A véres fog ugye, ami a kritet megszorozza. Még a régi 45-ös, de azért életet ez is ad valamennyit. Bőven elég az, amit ad szerintem. A krita fontos ebben, mert attól leszel erős. És ezzel bizony elértünk az elemzésünk végére ennél a karakternél. Én azt mondom, hogy Eszkimónak köszönjük meg, hogy elküldte ezt a képet. Nektek megköszönöm, hogy megnéztétek utolsó videóim egyikét, és köszönjétek meg, hogy szobáltam veletek. Megtaláltok a Lady Sabrinán a facebook.com/HermitHunon, YouTube-on a Range Games-en és a Mastery HermitHunon. Google-be beírjátok, hogy HermitHun, és ott vagyok. Ennyi. Na, elbúcsúzom. Csövász, csöpacsi, sziasztok!